Köszöntöm nézőinket! Önök a Tónatáj televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Elkezdődött a szüret, még nagyon kéne az eső a későn érő szőlőfajtáknak. Megújultak a rendőrség épületei Tolna megyében. Több mint 1 milliárd forintból korszerűsítettek 3 ingatlan. Megérkeztek a tankönyvek, már csak a diákok hiányoznak. A Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület növendékei táboroztak. A tájház adott otthont a programnak. A fehér és rozéborok alapanyagainak betakarításával megkezdődött a szüret a szekszárdi borvidéken. Az első tapasztalatok szerint a mennyiségnek nem kedvezett az asszályos időjárás, de a minőséggel ebben az évjáratban sem lesz baj. A borászok azt mondják, nagyon kellene az eső a későn érő fajtáknak, mert a szőlő bárszívós növény lassan feléli tartalékait. Szükségszerű az új ültetésű szőlőkben az öntözés annak érdekében, hogy az aszályos idő ne tizedelje meg az állományt, mondta Fekete Mihály borász. A korai érésű fajták betakarítása már megindult, de szükséges a rendszeres ellenőrzés, mert napról napra változik a gyümölcs minősége, tette hozzá. Amit az ember elképzel született, az két héttel előbb ideális. Tehát mikor gondolja, akkor már túlélet lesz a szőlés, az ugye a savak elmennek, magas lesz a várható alkoholtartalom, és ez nagyon nehéz eset akkor. A rozénak való érkezik a Mészáros borház feldolgozó üzemében. Itt is túl vannak a korai fehérfajták születén. Mészáros Péter azt mondja, magas cukorfokot mértek, látszik a szőlőn a nagyon sok napsütés. De egyelőre az látszik, hogy nagyon koncentráltak a szőlők, tehát kevés a létartalma, nagyon koncentráltak, magas mustfokokra számítunk. Ha jönne egy jó eső, az mindenképp jót tenne a szőlőnek. A szőlő érettsége előre haladott, így mostantól folyamatosan zajlik majd a betakarítás, ha csak az időjárás közben nem szól. A borászok azt ígérik, az első fehér és rozéborok már az idei születi fesztiválon kóstolhatóak lesznek. A magyarországi erdőkben óriási potenciál van, legalábbis fakitermeléssel természetkárosítás nélkül kielégíthető a lakosság megnövekedett tűzifa igénye, hangsúlyozza a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az erdészetek, ahogy eddig, a jövőben is professzionális szakmai, illetve hatósági felügyelet mellett végzik a tevékenységüket, hívja fel a figyelmet a kamara. Hozzátették, évtizedek tapasztalata szerint a tűzifa értékesítési lehetőségei változóak. Az elmúlt években a korábbinál kisebb volt a kereslet, ami sok esetben fakitermelések elhalasztását eredményezte. A mostani megnövekedett keresletet az erdőkben felhalmozódó fakészletből akár tartósan is ki lehet elégíteni. A jelenleg nem működő magánerdőkben is hatalmas lehetőségek rejlenek, amelyeknek szakszerű kezelésével még tovább javítható a tűzifa ellátottság, írták. Korszerűbbé váltak a rendőrségi épületek Tolna megyében. Több mint 1 milliárd forintból megújult a Tolna megyei rendőrfőkapitányság Bonyhádi, Dombóvári és a Szekszári telephelye. A projekt állami visszanemtérítendő támogatásból jött létre. Ennek során nyílászárókat cseréltek, korszerűsítették a fűtést, a hűtőrendszert és az épületek külső szigetelést kaptak. Az elmúlt két évben az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával több mint 1 milliárd forintból korszerűsítették a Tolna megyei rendőrfőkapitányság 3 épületét. A munkálatok 2020 őszén kezdődtek. A Dombóvári rendőrkapitányságot, a Bonyhádi rendőrkapitányságot, valamint a Tolna megyei rendőrfőkapitányság Mészáros Lázár utcai objektumának több épületét felújítsák. Ennek keretében energiahatékonysági felújításokról volt szó, ekkor megújult mind a három épületnek a homlokzati része, hőszigetelést kapott az épület, kicserélték a nyílászárókat, valamint a fűtésrendszert is korszerűsítették. A beruházások célja az épületek energetikai tényezőinek javítása volt, ezt a nyílászárók cseréjével és szigeteléssel, illetve a fűtés és hűtőrendszerek korszerűsítésével érték el. Ennek következtében lényeges energia megtakarítás érhető el a jövőre nézve, és az üzemeltetési költségek is jelentősen csökkennek. A projekt lényege, hogy a Széchenyi 2020 program keretében számos középület nyerhet új külsőt, és hatékonyabb és korszerűbb körülmények között tudnak dolgozni a munkatársak.
A felújítás következtében kevesebb üvegházhatású gázt bocsátanak ki az épületek, ez pedig támogatja az éghajlatváltozás mérséklését. Továbbá a rendőrség számára a legfontosabb, hogy a dolgozók most már a mindennapokban korszerűbb környezetben végezhetik munkájukat. Stagnál a szennyvízben a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ a honlapján szerdán. A tendencia minden mérési pontban stagnáló, tehát az elmúlt időszakban számottevő emelkedés vagy csökkenés sehol sem volt tapasztalható. A koronavírus örökítő anyagának koncentrációja 19 mintavételi hely esetében, köztük Szekszárdon is emelkedett. 3 mintavételi helyen pedig a mérsékelt kategóriába esik. A napokban érkeztek meg az ingyenesen átvehető tankönyvek országszerte, így a Tolna megyei iskolák többségébe is. Az intézményekben a könyveket a tanév kezdése előtti napokban, vagy az első tanítási napon vehetik át a diákok. Ez a 4-es játékország. Megérkeztek a tartós tankönyvek a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskolába. A 2020-2021-es tanévtől kezdődően a diákok ingyenes könyvellátásban részesülnek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az atlaszok, munkafüzetek az iskola tulajdonát képezik, a tanulók pedig könyvtári kölcsönzéssel jutnak ezekhez. Szavári Attila, az iskola tagintézmény vezető helyettese elmondta, az ingyenes tankönyv hatalmas segítség a családok számára, mert tanévkezdéskor egy első osztályba beiratkozott diák akár 30-40 ezer forintjába is kerülhet a szülőknek. Csak úgy, mint az előző években, ebben a tanévben is ingyenesen kaptuk meg a tankönyveket. Ugye mind a 8 évfolyamunkon, illetve a speciális tagozaton is, tehát így nem kell a szülők számára egy plusz terhet rájuk róni, és mind a közel 6000 tankönyv remélhetőleg megérkezett. Éppen most a fiatalok számolják le a mennyiséget, és ezt követően pedig szépen szétszortírozzák az osztályokba, hogy a szülők jövő héten az alsó tagozaton át tudják venni. Ez a támogatás összesen 526 Bonyhád környéki diáknak nyújt segítséget az általános iskolában. Azért biztosította a különböző tantárgyak számára a tankönyvválasztás lehetősége. Idén is, főként az alsó tagozatot, ha figyelembe vesszük, ott van a 526 főből 300 tanulónk, 301 néhány tanulónk. Tehát a nagyon fontos, hogy ugye milyen tankönyvekből tanulnak meg írni, olvasni, számolni, tehát alapképességeket a diákok, úgyhogy a szülők elégedettek. Tehát ha egyéb segédanyagra van szükség, akkor pedig hát számos digitális tankönyv, illetve egyéb elérhetőség van az interneten keresztül. A tankönyveket osztályonként vehetik át a szülők, előreláthatólag augusztus utolsó hetében, így a diákoknak lesz idejük ismerkedni azokkal még a tanév kezdete előtt. A 2022-es felvételi időszakban mintegy 2200 általános iskolás diák jelentkezett határainkon innen és túl a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetség programjára, közölte az intézmény szerdán. Az általános iskolásoknak szóló képzés oktatási koncepciójában többféle alapcélt vegyítenek. Egyrészt törekednek arra, hogy a diákok minél előbb, minél több tudományterülettel, a kémiától a pénzügyi ismereteken vagy a drónprogramozáson át a retorikáig megismerkedhessenek. Másrészt fontosnak tartják, hogy a tehetségek a tudományterületek összefonódását is érzékeljék. Jelezték, a 2015-ben indult programra tavaly 1251-en jelentkeztek, míg idén már mintegy 2200-an. Két év kihagyás után megtelt a bátaszéki tájház udvara. A Felvidék Néptánc Együttes apró és utánpótlás növendékei táboroztak itt. A népi játszónak elnevezett szünidei elfoglaltságon kézműveskedtek, táncoltak, énekeltek és még lovas programon is részt vehettek a gyerekek. Énekkel, körtánccal búcsúztak a gyerekek a bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület nyári táborától. Több mint egy évtizedes hagyomány, hogy az együttes tagjainak a nyári szünidő alatt népi játszót szerveznek. Az itt eltöltött idő alatt a gyerekeknek sokszínű programokkal készülnek a szervezők. Szoktunk ilyen körjátékokat játszani, van sok kicsi, azoknak is szoktunk segíteni, szoktunk kézműveskedni, énekelni,
és minden hétfőn lovagoltunk, kedden pedig palacsintát ettünk, ma meg pogácsát sütöttünk. A tábor napi programja tematikusan volt felépítve, mondja Szabóné Béda Anita táncpedagógus. Minden napra hozunk egy népmesét. Hétfőn meséltünk az aranytulipánról, kedden, hogy hogyan tanultak meg énekelni a madarak, szerdán pedig a király kenyerét dolgoztuk fel. Mindig úgy kezdtük a napot, hogy elmeséltük a mesét, és utána ehhez kapcsolódóan tanultunk mondókákat, énekeket, táncokat, játékokat vettünk elő, és a kézműves foglalkozások is ehhez kapcsolódtak. Az idei tábor a megszokott egy hét helyett háromnapos volt, ugyanis a csoport tagjainak egy része elutazik Szlovákiába. Az egyesület kiutazik Nagycsallóba, ahol a nagycsallói falunapokon veszünk részt, egy olyan ünnepi apropóból, hogy 25 éves a testvérvárosi kapcsolat, és pénteken reggel az utánpótlás és felnőtt csoport tagjai utaznak Nagycsallóba. Tehát így akkor már kurta lett a hét. A népi játszóban az egyesület növendékein kívül külsős gyerekeket is szívesen látnak, ugyanis az együttes vezetősége szeretné minél több fiatallal megismertetni a felvidéki hagyományokat, mentalitást, és erre a tábor nagyszerű lehetőséget biztosít. A hagyományápolás jegyében érkezett Magyarországra Székelyföldről a Zetalaki Ezüstfenyő Néptánc Együttes, akik az elmúlt két évtizedben szinte minden évben visszatérő vendégei több hazai településnek is. Az idén 19 állomáson lép színpadra a 15 fiatal, akik büszkén állnak a közönség elé, táncaikkal, verseikkel, énekeikkel, hogy megmutassák számukra is fontos a magyarságuk. A székelyföldi Zetelakáról érkezett hazánkba az Ezüstfenyő Néptánc Együttes, akik országjáró turnéjuk során több Tolna megyei települést kerestek fel, köztük Magyarkeszit is. Tudtuk meg a Tolna megyei közgyűlés alelnökétől, aki segíti az együttes megyei körútját. Az összetartozásunkat ezzel is erősítik, hát a székelység és a magyarság szorosan összetartozik, de szükségünk van arra, hogy évente ízelítőt kapjunk az egyes településekre, onnan Székelyföldről elhozzák a székely gondolatot, székely hagyományokat. Az idén 19 magyarországi települést látogatnak meg az Zetelaki néptáncosok. Magyarkeszire már ötödjére tért vissza a hagyományápoló néptánc együttes, ahol örömmel látták őket vendégül. Az ilyenkor befolyt adományt a következő évi turnéra fordítják, de ahogy a néptáncoktatójuk fogalmazott, a taps az ő fizetségük. Most pillanatnak 15-ön jöttünk, ugyanis a buszköltséget nem tudtuk a nagyobb buszköltségét kifizetni. Van nekünk a repertoárunkban kisküküllőmenti, sűrű és ritka pontozó leánykörtánc, valamint párostánc. És ez csak egy része annak a repertoárnak, amivel a Székelyföldről érkezett együttes készült magyarországi fellépéseikre. Regionális híreink következnek. Kiszáradt a pécsi patak, egyre több vízfolyás tűnik el hazánkban. Népszerű a retro, sokan utaznak a régi időket idéző vonatszerelvényekkel. Éjszakai gyalogtúra, több mint 100-an vágtak neki a zselic meghódításának. Kiszáradt a Baranya megyei Éger patak, ez a hír kapott nagy nyilvánosságot a napokban Pécsen. A területet kutató szakember azt mondja, az asszály miatt évente egyre több vízfolyás patak tűnik el. A globális éghajlatváltozás áll a folyamat mögött, ami miatt megváltoztak az időjárási körülmények. Az idei rendkívüli szárazság pedig tovább ront a helyzeten. Ez az Éger patak kiszáradt medre Pécsen. A Baranyai megyeszékhely egyik kedvenc kirándulóhelye lett szegényebb. A kutató azt mondja, sajnos egyre több ilyen jelenségnek lehetünk tanúi. Az Éger patak csak az egyik eltűnő vízfolyás. Az utóbbi 10 évben egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy olyan vízfolyásaink, amelyek korábban állandóak voltak, azok elkezdenek eltünedezni, elmarad belőlük a víz, kiszáradnak, és ez egyre hosszabb ideig tart. Egyre több vízfolyás érintett, évről évre azt tapasztaljuk, hogy
egyre több olyan vízfolyásunk van, ami korábban soha, de ebben az évben, az adott évben kiszáradt. Most ugye felkapott hír, hogy az Égerpatak kiszáradt, mert hogy azt látja mindenki, itt van a város mentén, de hát sajnos nem csak az Égerpatakról van szó, hanem országszerte több ezer vízfolyás szakasz az, ami érintett. Nem csak a patakokat, kisebb vízfolyásokat, hanem a nagyobb folyókat is érinti ma már a kiszáradás. A Tiszán át lehet menni néhány gyalog, Tarna kiszáradt, egyéb közepes vízfolyások kiszáradtak. Ennek ugye alapvető oka az a globális felmelegedésünk, illetve hát most globális éghajlatváltozásról beszélünk inkább, ami megadja az alapot arra, hogy teljesen átrendeződik az időjárás, máskor érkezik a csapadék, más mennyiségben és összetételben érkezik, a téli esők elmaradnak, hiába van meg a tavaszi csapadék, annyira nincs vízutánpótlás, hogy ez már nem tudja pótolni azt, amire szükség lenne. Ha pedig egy patak kiszárad, akkor megváltozik ott helyben az élővilág. Ez az avarlebontástól kezdve a klímaszabályozási folyamatokig minden szinten hatással lesz a környezetre. Végül ki fog hatni előbb-utóbb a mi életünkre is, mondja szakember. Ezért változtatni kell a jelenlegi szemléleten. Nem azzal kellene most foglalkozni, hogy ha amikor árvíz van, akkor gyorsan elvezessük, hanem azzal kellene foglalkozni, hogy az ökológiai víz megtartó képességét növeljük a területeknek. Ami azt jelenti, hogy lassabban távozzon el az a víz abból a környezetből, illetve megmaradjon ott az adott helyen, hogyha erre lehetőség van. Itt nem csak víztározóban kell gondolkodni, hanem mindenféle ökológiai szemléletű megoldások léteznek arra, visszakanyargósítjuk a patakjainkat, nem betonmederben vezetjük el, hanem természetesebb medret alakítunk ki. A pécsi kutatók egy mobiltelefonos alkalmazást is létrehoztak, hogy jobban megértsék a kiszáradási folyamatokat. Ezen keresztül mindenki küldhet be fotókat a vízfolyások éppen akkori állapotáról egész évben. Ezek az információk segítik a szakemberek munkáját, amelynek célja a patakok, vizes élőhelyek megmentése a kiszáradástól. Púpos Szergely és Csörgő. Ilyen nevű mozdonyokkal is találkozhattak a nyáron azok, akik a Honi Vasúttársaság retro napjain szálltak vonatra. Az utazók szerint jó ötlet ez a fajta múltidézés. Megérkezett Samu a Fonódi vasútállomásra. A villamos motorvonat az egyik utolsó, amit hazánkban gyártottak. Csupán három készült belőle. Azt, hogy miért szeretem a vonatokat, azt nem tudom elmagyarázni, ez egyszerűen egy ilyen hobbi, itt születtem. Ezzel a vonattal még annak idején a 90-es években utaztam Szegedre, illetve ide Miskolcról jött Keszthelyre nyaronként ide is, és azóta viszont nem sikerült vele utaznom, úgyhogy azért várom az új buli találkozást. A Balaton Express emlékére közlekedő vonatra sokan már csak nosztalgiából is felszálltak. Keszthelyi voltam abban az időben, amikor a Balaton Express ténylegesen közlekedett, és hát akkor még nem így nézett ki, hanem egy nohab volt, nem volt villamosító a déli part, 9 kocsival, tehát komoly vonat volt. Ez a vonat most annak a menetrendjébe közlekedik. A keszthelyi közlekedő vonat a Balatonparton halad végig. A MÁV idén harmadik alkalommal rendezett ilyen retro hétvégét. A retro hétvégén a Balaton északi partján pedig nohabbal, Szergellyel és Púpossal is lehetett találkozni. A következő ilyen múltidéző alkalom szeptember 17-én és 18-án lesz Pécsen, illetve a Baranyai megyeszékhely környékén. 11. alkalommal rendezték meg a Betyár maratont. Az éjszakai teljesítménytúrán ezúttal is a Zselicet járhatták be a résztvevők. Az időjárás szempontjából felemás körülmények fogadták az idei Betyár maraton résztvevőit. A hétvégi esőzés hűvösebb időt hozott, ami több túrázót is távol tartott a kirándulástól. 7 órától kezdődik igazából a hivatalos nevezés. Hát reméljük, hogy egy körül 100 emberre számítunk, hogy annyian lesznek, bár lehet, hogy többek kedvét elvette ez a délelőtti esőzés. A nagy sárt nem hiszem, hogy okozott. A 2012 óta minden évben megrendezett túra története során kikoptak a hosszabb távok, mert a rövidebb szakaszokra sokkal nagyobb érdeklődést mutattak a kirándulni vágyók. 2012-ben kezdtük el megrendezni, azóta kicsit egyszerűsödött a történet, mert a maratoni távra nagyon kevés indulunk volt, és már csak fél maratoni távon, illetve vannak rövidebb távok is. Például a Malackergető az 13 kilométeres, a Bőlegérleső az 5 kilométeres, rövidebb távokra szívesebben eljönnek a túrázók. A résztvevők strapabíró felszereléssel, illetve térképekkel vágtak neki a Zselici tájnak. Volt olyan túrázó is, aki futóként már ismerte a környéket, de most túrázóként is kipróbálta magát.
Ezen a túrán először vagyok, de a környékbeli erdőkben már nagyon sokat futottam, úgyhogy valószínűleg kis adagokban már a távnak minden szegletét láttam. A 11. becsármaraton résztvevői a Paccai Katica tanyáról indultak el a Zselici vadonba, majd az éjszaka folyamán oda is tértek vissza. 15. alkalommal emlékeztek meg a hajdani üvegművészekről Hosszúhetényben és Kisújbányán. A rendezvény részeként avatták fel a Szent Márton templom új üvegablakait is, amelyek a hajdani túri püspök életének eseményeit ábrázolják. A nap során üvegművészek közreműködésével ismerkedhettek meg az érdeklődők ezzel a mesterséggel. Német és Csehföldről érkezett munkások a 17. század végétől a 19. század elejéig 4 üvegkészítő műhelyben, azaz Hutában olvasztottak és fújtak üveget a Keletmecsekben. 2008-ban Jegenyés János, hajdani üvegtervező iparművész szakmai felügyelete mellett rendezték meg az első üveges hétvégét Óbányán, melyet azóta minden évben más-más volt zengővidéki üveges faluban rendeznek meg. Idén Hosszúhetényben és Kisújbányán üvegművészek közreműködésével ismerkedhettek meg az érdeklődők ezzel a mesterséggel. Ez egy szakma elsődlegesen, és ezt lehet különböző szinten művelni, és nagyban hozzájárul az, hogy ki mennyire szereti az üveget, hogy mennyire tekinti játéknak a munkáját, és az hozzásegít ahhoz, hogy a munka közben ne érezze az ember azt, hogy munkát végez, hogyha játéknak tekinti. A rendezvény részeként avatták fel és szentelték meg a Szent Márton templom új üvegablakait is, melyek a hajdani túri püspök életének eseményeit ábrázolják. Erről azt kell tudni, hogy itt Kisújbánya, Szent Márton templom van Kisújbányán, és a lelkes helyiek, főként talán Derksen Gyönyinek köszönhető, ez a Szent Márton kultusz itt is kialakult, illetve fölvirágzott, és ezzel kapcsolatos mozaik ablakokat készítetett és készítettünk. A napot német nemzetiségi műsor zárta. Végül mutatjuk főbb Tolna megyei híreinket, még egyszer, röviden. Elkezdődött a szüret, még nagyon kéne az eső a későn érő szőlőfajtáknak. Megújultak a rendőrség épületei Tolna megyében, több mint 1 milliárd forintból korszerűsítettek 3 ingatlan. Megérkeztek a tankönyvek, már csak a diákok hiányoznak. A Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület növendékei táboroztak, a tájház adott otthont a programnak. Pénteken egy hideg front érkezik térségünkbe. Felhős idő lesz jellemző, délelőtt csak elvétve, délután egyre több felé lesznek záporok, zivatarok. Éjszaka erősen felhős lesz az égbolt, szórványosan továbbra is előfordulhat eső. Friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!